Egy maroknyi lelkes fiatal, egy párna vagy egy takaró, és már is kezdődhet a nemzetiség, nem életkor vagy társadalmi pozíció korlátait túlszárnyaló szemezés. Az emberek nyitottságát tették próbára a szemkontaktus kísérlet nagyváradi kezdeményezői a város főterén. Pozitív visszajelzésben pedig nincs hiány, néhány nappal az esemény előtt már is sokan csatlakoztak a békét, harmóniát és összetartozást hirdető kihíváshoz. Először azt gondoltam, furcsa lesz, de szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert igazán remek érzés, hogy képesek vagyunk leülni és otthonosan elbeszélgetni vadidegenekkel. A globális szemkontaktus ötlete Nyugat-Ausztráliából származik. Tavaly 156 város több mint 100 000 polgárát ültették le szemtől szemben egy egyperces vizuális lelki párbeszéd erejéig. A szervezők célja hidat építeni az emberek közé. Rengeteg hasonló jellegű eseményt szerveznek más tematikában is, mint például ilyen ingyenölelés, autóbuszon vagy villamoson spontán énekelnek együtt az utasokkal. Végül is az összes arról szól, hogy ne menjünk el egymás mellett nap mint nap, hanem egy kicsit foglalkozzunk egymással, és ráébreszti az embereket, hogy végül is egy nagy család vagyunk. A nemzetközi esemény népszerűségén felbuzdulva a váradi szervezők internetes felhívással és a rendezvényt hirdető több nyelvű táblák kihelyezésével szeretnék mozgósítani a lakosságot. Vagyunk néhányan, akik úgy gondoljuk, hogy az igazán fontos dolgok önmagunkban rejlenek. Milyen más módszerrel ismerhetnénk meg jobban, vagy fedezhetnénk fel ezeket, ha nem egymás tekintetét fürkészve? Teszi fel a kérdést ez az érdeklődő. A fiatalok remélik, hogy az egyperces szemezés közelebb hozza várat polgárait egymáshoz. Nagy kihívás ez egy olyan rohanó világban, ahol a közvetlen emberi kapcsolatok egyre felszínesebbek. Mivel az emberek többsége telefonját többet nézi, mint a párját, vagy a körülötte lévő embereket, ezért fontosnak tartjuk az ilyen jellegű eseményeket, hogy ráébressze őket, hogy többet kellene egymással foglalkozni. Talán el fogják kezdeni a saját környezetükben, mindenképp egy motiváló dolog lehet. És hogy miért éppen az idegenekkel való szemezés az egyperces, tudatos intimitás szorgalmazása lenne a megoldás kulcsa? A szem a lélek tükre. Ha egymás szemébe merünk nézni, akkor ez nagy őszinteséget, és egy szeretetet, egy bizalmat gerjeszt. Hogyha kipróbálják az emberek azt, hogy hosszasan néznek egymás szemébe, akkor nem lehet haragot, gyűlöletet érezni, vagy ellenségeskedés, hanem csak a szeretetet. Romániában az idei szemkontaktus kísérlethez Nagyvárad mellett Kolozsvár, Nagybánya és Bukarest is csatlakozik. A helyszíneken készített képeket és videóüzeneteket Ausztráliába küldik, hogy az ötletgazdák a résztvevő városok anyagaiból egy összefoglaló kis filmet készíthessenek.